érzelmeinkben, a testünkben, a szellemünkben, Jézus, halleluja. Uram, dicsérünk téged ezért, Jézus, köszönjük neked. Köszönjük, Uram, azt a sok csodát, amit elkészítettél, Jézus, halleluja. Köszönjük, Uram, hogy mindent elkészítettél, Uram. Köszönjük, hogy belénk helyezted, Uram, megáldottál mindennel bennünket, halleluja. Nem ez a világ határoz meg. Uram, te láttad, Uram, még amikor itt voltál a Földön, azt mondtad, hogy ezek nem ebből a világból valóak, halleluja. Köszönjük, Uram, te sokkal jobban értettél bennünket, hogy nem ebből a világból való vagyunk. Jézus, dicsérlek téged. Köszönjük, Uram, ez nem valamilyen vallásos izé, Uram, amit el kell hitetnünk magunkkal, hanem az ember eredete, Uram. Az ember onnan származik, onnan te, Jézus. Az ember, Uram, hasonlít te hozzád, Jézus. Ábrázolódik rajtunk a te arcod, halleluja. Köszönjük neked, Jézus. A Pál is, Uram, fájdalomban szülte a galatabelieket, hogy ki ábrázolódjon rajta a Krisztus, halleluja. Köszönöm, Uram, hogy mindnyájunkon kiábrázolódik Krisztus, halleluja. Te ábrázolódsz ki, Uram, mindnyájunkkal. Dicsérünk téged ezért, Jézus, halleluja. Köszönjük, Uram, a hétvégi alkalmat, Uram, hogy azt is te elkészítetted, Uram, hatalmasan, Uram. Hálát adunk, Uram, azért a bombáért, ami robban az emberek szívében, Jézus, halleluja. Uram, a te kegyelmed, Jézus, halleluja. Uram, amikor megértik, Uram, megértenek téged, Jézus, halleluja. Uram, amikor túllátnak azon, Uram, hogy testileg honnan származod, Uram, hanem meglátják az isteni eredetüket, Uram, hogy te tőled, a magyarok is te tőled származnak elsősorban, halleluja. Uram, köszönjük neked ez a csodálatos magyar közössége. Hálát adom neked, Uram, hogy mindenkit megvilágítasz. Úr Jézus, az, ami benned van világosság, ez elég minden embernek, halleluja. Köszönjük, Uram, hogy a világosság a sötétségben fényli. Uram, nagyobb, ami benned van, mint ami ebben a világban. És nagyobb, aki bennünk van, mint aki ebben a világban. Halleluja. Uram, dicsérünk téged. Köszönjük, hogy senkit nem kell legyőzni, mert te minden gonosz legyőztél. Halleluja. Uram, dicsérünk téged. Csak hirdetjük a te győzelmedet. Hirdetjük a hétvége fölött a te győzelmedet. Hirdetjük minden betegség fölött a te győzelmedet, Jézus. Hirdetjük, Uram, a szegénység fölött a te győzelmedet, Jézus. Halleluja. Uram, hirdetjük, Jézus. Hirdetjük, halleluja. Csodálatos vagy, Jézus. Köszönjük, Uram, hogy teljesen szabadon van bemenetelünk, Uram, a Szentek Szentjébe. Ahol a főkap csak egyszer mehetett be, Uram, olyan nagyon bonyolult, Uram, tisztulás után, mi pedig, Uram, teljes bátorsággal mehetünk, Uram, bármikor, halleluja. Uram, semmi nem választ el te tőled, Jézus. Semmi, Uram, se tér, se idő, se gondolat, Uram, se démon, sem élet, halál, semmi, halleluja. Köszönjük neked, Jézus, halleluja. Dicsérünk neked, Jézus, halleluja. Köszönjük neked, Jézus, halleluja. Uram, hogy ártatlanok lettünk te miattad, Uram. Teljesen ártatlanok, Uram. De te véret tisztítod meg bennünket. Köszönjük, Uram, teljesen tisztán lettünk te előtted. Halleluja. Dicsérlek téged ezért, Jézus. Dicsérlek. És minden nap, Uram, tisztán vagyunk előtte. A te véred, Uram, megtisztít bennünket, Uram, állandóan, halleluja. Semmi nem tudja áttörni, Uram. Semmi emberi akarat, Uram. Semmi. Dicsérünk téged, Jézus, halleluja. És köszönjük, Uram, hogy itt lehull a lepel, Uram, minden ember szem előtt, Uram. Te megvilágítasz minden ember szombaton, vasárnap, Uram. És mindenhol a munkahelyeinket, Uram, mert mi vagyunk a világ világossága. Dicsérünk téged, Jézus, Uram. Köszönjük neked elrejteni ezt, halleluja. Uram, mi vagyunk a világosságnak a fia, halleluja. Köszönjük neked, mi vagyunk a fénynek a gyermeke, vagy akármilyen hasonlattal lehet mondani, Uram. De bennünk látnak meg téged, Jézus. Nem egy templomban, Uram, nem egy szent képen, Uram, hanem bennem és mindnyájunk. Uram. Ha engem látnak, Uram, téged kell, hogy meglássanak. Bármelyikünket látják, téged kell, hogy lássanak, Jézus. Ha belen néznek a szemünkbe, Uram, ha megérintenek bennünket, Uram, meg kell gyógyuljanak, és meg kell tisztuljanak, Uram. Jézus nevében, Uram, dicsérünk téged. Köszönjük, nem a Péter árnyéka gyógyított, Uram, hanem te gyógyítottál a Péterbe, Uram. Az Isten cselte nagy csodákat a Pál keze által, halleluja. Atyám, hálát adunk te neked ezért, hogy ilyen hatalmas vagy, Uram, mindnyájunkban, Uram, hatalmas a munkához, mi vagyunk a te tested, Uram, dicsérünk téged ezért. És köszönjük, Uram, Magyarországon a testvéreinket, Uram, ahol mindenféle ilyen üldözések támadtak, Uram, ami drága testvéreinktől, Uram,
Uram, és megáldjuk őket, Uram. És imádkozunk értük, hogy áldottak legyenek, halleluja. Uram, hogy világosság támadjon bennük, Uram, hogy megértsenek téged, Uram, add a bölcsesség és a kijelentés szellemét neki, a te megismerésedben, Jézus, halleluja. Köszönöm, Uram, hogy akkor is egy csapatba játszunk, Uram, velük, halleluja. Uram, dicsérünk téged, köszönjük neked, Jézus. Hálát adunk ezért, köszönjük, Uram, olyan hatalmas a te világosságod, Jézus. Hatalmas vagy, Uram. Amen. Akinek még van, adok akár a mikrofont is adom, mert ebben nagyon jobban lehet kiabálni, de még csak imádkozzunk, hogyha van valami benneket. Szeretne valaki mikrofon bepontani valamit? Lesz az a bibliai iskola, több okból is, talán rá tudom fogni az Úrra, hogy ő miatt